A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm nézőinket, megkezdődik az ünnepi beszélgetések sorozata, hiszen advent idején azt hiszem nagyon-nagyon fontos, hogy ki miként vélekedik az eltelt időről, miként készül Jézus születésére. Vendégem pedig Jármi Zoltán, a Székesfehérvári görögkatolikus szervezőlelkészség, szervezőlelkészet. Tisztelettel köszöntöm. Szeretettel köszöntöm én is, önt is, hallgatókat is. Ez egy rendkívül fontos időszak az életünkben, méltósága van. Felelősséggel jár, ugyanakkor nagyon fontos, hiszen ön nemrégiben került Székesfehérvárra, hogy megismerkedjünk önnel. Miként választotta a kisvárdai kisfiú hivatást magának, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat az ember életében, amikor elkötelezi magát. Hát egy nagyon érdekes dolog, hogy Kisvárdáról egy baráti körből, tehát legalább olyan 15-en lettünk papok. Ez nagyon érdekes dolog, tehát nagyon kevés ilyen település van, görögkatolikus papok. Ugyanakkor a hivatás kapcsán néha valaki beszámol egy-egy olyan élményről, hogy egy ponton eldöntötte, hogy pap lesz, vagy lelkészi hivatást választ. Igazából talán nekem egy ilyen momentum volt, hogy egyszer hétköznaponta jártunk mindig minisztrálni, és egyszer a parókustól valaki, aki ott állt mellettünk, megkérdezte, hogy Zoli, te mi leszel? És akkor így a parókus így ráütött a hátam, és Zoli, pap lesz belőle. De igazából akkor én ötödikes lehettem. Én úgy ezt el is engedtem a fülem mellett, és igazából későbbiekben, ahogy középiskolába kerültem, a középiskolának az első éve után döntöttem el, hogy pap szeretnék lenni, és én onnantól fogva ezt a hivatást tűztem ki célul, és szerettem volna pap lenni, és persze ugyan a papi hivatásnál egy fontos gondolat, hogy az Isten hívását érzi, illetve a püspök és az előjárók alkalmasnak találják arra, hogy pap legyen. És ez így alakult onnantól fogva. Héttel élők számára rendkívül fontos az indítatás mindenképpen. Beszéljünk egy kicsit Mária Pócsról. Az évezred első esztendeje ott találta Mária Pócson. Én azt gondolom, hogy egy fiatal számára bármennyire is elkötelezett, rendkívüli kihívás az első hely. Így van. Mária Pócson történt a szentelés, és utána, ez 2001-ben történt, utána pedig gyakorlatilag, mint egy a lelki központja az egyháznak, tudjuk, hogy az egyik nemzeti egyhely a kettőből, Szent Kuttal együtt, mindannyiunk számára egy nagyon fontos hely, egy lelki indítatás. Régebben egy szép hagyomány volt, hogy a papokat általában mindig Mária Pócson szentelték. Azóta különböző helyeken is történik, tehát különböző nagyvárosokban vagy születési helyen is. És gyakorlatilag ilyen értelemben ez az időszak Mária Pócson kezdődött, és majdnem Mária Pócsi káplán is lettem, de utána a püspök úr valószínűleg egy lelki indítatásból, sőt bizonyára, akkoriban a Rózsák terére helyezett káplánként, és a Rózsák terén kezdtem el utána a működésemet Budapesten. Hogy épül fel egy szolgálat? Hiszen ez nagyon fontos, én azt gondolom, hogy a tanulás folyamata az végtelen, tehát az nem áll meg egy másodpercig sem, de ezt megtapasztalni nyilván a szolgálati helyén tapasztalhatja meg egy lelkész. Így van. Ahogy szokták mondani, az első szerelem és az első indítatás, tehát Budapest Rózsák terén, ez a keleti pályaudvar mellett lévő rész, egy nagyon szép, gyönyörű római templom, illetve mellett a mi kisebb görögkatolikus templomunk. Hát ahogy szokták mondani, és ahogy az egyik papbarátom mondta, Budapesten valóban pappá lehet válni. Tehát ott olyan területekkel találkozhatunk, amelyek szinte frekventáltan adják meg a papságnak a lényegét. Tehát mindenféle olyan területtel találkozunk, amivel esetleg egy kisebb egyházközségben nem. A Rózsák teréhez akkoriban akár egy 8000-9000 ember is tartozott, mint görögkatolikus.
és 10 kerület. És így ilyen szempontok szerint nagyon színes volt a munkánk, akár mint szorványpasztorációnak is, hiszen a görögkatolikusság Budapesten, illetve ezen a környéken egy székesfehérvári szorványban van, hiszen a görögkatolikusság mint tömb az Hajdúbiharban, Borsod, Abolcs-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Belekben van, és éppen ezért ez egy különleges terület így a Budapest. Ott gyakorlatilag az ember felkészülhetett mindenféle közösségi dologra, közösségi programokra, a hétköznapi életben való részvételre, akár arra is, hogy most éppen egy szent liturgián egy egyetemi tanár ül, vagy egy híres színész, vagy bármilyen híres sportoló, vagy éppen egyszer a kézilabda válogatott, és ott ült a női kézilabda válogatott. Tehát amelyben az ember belekóstol sok olyan területbe, amely után már túl sok meglepetés nem éri. Ahogyan a kereszteléseknek a sokasága, nagyon sok temetés van, nagyon sok esküvő van, és így valóban az ember olyan tapasztalatokat szerez, amelynek kapcsán nagyon sok kapcsolatot tud kialakítani, illetve ezeket a kapcsolatokat, illetve a hétköznapokban, vagy a saját maga életében is valóban úgy tudja megvalósítani, hogy ezeket az értékeket, mind amiket kapott, be tudja vonzani az életébe, és ezt másoknak át tudja adni. Nyilván szorványban dolgozni, téríteni, beszélni, Istenhez közel hozni az embereket teljesen más. Ugyan ünnepekről fogunk beszélni, hiszen végül is ez az alapvető célunk, de milyenek a hétköznapok? És nem Budapestet kérdezem, és nem a Rózsák terét, hanem egy olyan közösségben, ami természetesen összetartó, annál is inkább, hiszen kevesebben vannak, ismerik egymást. Mi az elsődleges feladata a szervező lelkésznek? A szervező lelkészség megpróbálja kialakítani azt a közösséget, amely itt most még így szorványban van, kisebb, egy kisebb magként, egy 40-50-60-100 ember, akiknek igazából megpróbálunk olyan közösségi rendezvényeket létrehozni, megszervezni, amelyek által tudnak találkozni. Szoktam mondani, hogy az egyháznak egy nagyon fontos mondata, hogy szentségeiben él az egyház. Ezt ki szoktuk egészíteni azzal is, hogy közösségeiben él az egyház. Megpróbálunk minél több olyan közösségi találkozási lehetőséget létrehozni. Ez lehet akár egy közös kirándulás, egy sportesemény, foci meccse való elmenetel, egy a parókia udvarán lévő közösségi összejövetel, együtt utazás lelki gyakorlatra, karácsonyi vásár felkeresése, nyári hittantábor, gyerekbúcsú, mind olyan alkalmak, amelyekkel ezt a kicsi nyájat minél jobban közelíteni tudjuk egymáshoz, illetve a közösséget meg tudjuk erősíteni, és a közösségnek, a szépen működő közösségnek mindig vonzó ereje is van, és ezáltal megpróbáljuk megkeresni azokat a görög katolikusokat, akik itt élnek a környezetünkben, akikről akármár, hogyha bemegyek egy iskolába, több helyen tanítok is hittant, oda sétálnak hozzánk, hogy hát ő is görög katolikus, vagy a szülő az volt, vagy pedig ide került dolgozni, és nem is tudta, hogy van éppen görög katolikus liturgia. Ilyen értelemben a görög katolikusság is teljesen kitágul, hiszen számtalan település tartozik a székesfehérvári szervező lelkészséghez. Mennyiben különbözik a város a kisebb településektől? Igazából, mint szorványterület hasonló. Tehát igazából ott ezeken a kisebb településeken is, akár ahogy a környezetünkben, ahogy van egy másik munka is, ami ide kapcsolódik számomra, a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, amelynek mint egy lelkivezetője vagyok, amelynek lakásotthonai, illetve nevelőszülői hálózata van. És ilyen értelemben nagyon sok kis településre is, akár egy kicsit távolabb Dég, Lepsény is eljutunk, és megpróbáljuk az embereket megkeresni, de akár az elmúlt hétvégén, akár mondjuk Móron volt keresztelő. A hétköznapi élet az ugyanilyen, mint a városban, hogy gyakorlatilag keressük a kapcsolatot a hívekkel, megpróbáljuk közösségi rendezvényekre, szent liturgiákra, ima alkalmakra elhívni őket. A hétköznapokban is gyakorlatilag nincs különbség a nagyobb település és a kisebb között, hiszen mindig koncentráltan próbálunk meg lelki programokat, illetve közösségi programokat megszervezni számukra. Mondjuk Belojanészben azért nyilván más a történet. Igen, azért igen. Ezt tudjuk mi magunk is, hiszen számtalanszor járunk arra felé, arra azon a tájékon. Tehát Székesfehérvárra érkezve, ugye nyilván egy új hely és egy új kihívás.
Én azt mondom, a hittel élő embert is éltetik a kihívások mindenképpen, hiszen új helyre került. Mi fogadta önt itt? Tehát igazából eddig Dunaújváros volt az ellátó parókia, és az ottani atya, Kovács István atya, illetve a káplán, Szaploncei Máté atya látták el eddig, illetve az elődök nagyon érdekes helyzetként talán még Pécsről indult az ellátása Székesfehérvárnak, és ilyen értelemben egy nagyon kedves kis közösség fogadott, amelyről hála Istennek most azt is hallom, mások beszámolóiból, hogy egyre szépen, tehát egyre jobban gyarapodik. Valóban fontos szerepe van annak, hogy jelen van a pap is, helyben van. Képzeljük el, hogy vasárnap egy 50 kilométerről autóztak ide az atyák, tehát se előtte, se utána nem tudtak jelen lenni, vagy pedig különböző szervezéseken keresztül, igen, de hogy így elérhető a pap, jelen van, megszólítható, szertartások, plusz szertartásokat szoktunk szervezni. A Jézus Szíve templomban kaptunk lehetőséget már hosszú évek óta, hogy szent liturgiát végezzünk, és a vasárnapok mellett a hétköznapokon is szoktunk szertartásokat végezni, ilyenkor pedig különböző bűnbánati alkalmakat is, akár vecsernyéket, vagy éppen októberben, vagy májusban az Istenszülő tiszteletére parakliszt, de mindenféle közösségi rendezvényeket, akár adventi koszorúkészítést is megvalósítottunk, közösségi rendezvényeket, Mária Púcsi zarándoklat. Így összességében azt mondanám, hogy egy nagyon aktív, nagyon kedves és nagyon nyitott közösség fogadott itt, és hát a városról nem is beszél, hiszen egy nagyon mély gyökerekkel rendelkező, és ahogyan így érzem, nagyon mélyen jelen van a hétköznapokban és az emberi életben is a vallásosság, illetve az Istenre való nyitottság. Advent kiemelten fontos, de kell, hogy szó essék az elmúlt időszak történéseiről. Gondolok itt elsősorban a koronavírus járványra, majd az ezt követő különböző infláció, gazdasági válság, orosz-ukrán háború. Ez mind-mind rányomja a bélyegét a hittel élők mindennapjaira. Hogyan tudják ezt kezelni? Kezdjük a koronavírus járvánnyal. Azt hiszem, hogy ez egy borzalmas időszak volt. Rossz ez a jelzőszerkezet, de azt hiszem, hogy ezt mindenki megszenvedte. Így van, bármelyik atya, akivel beszélgettem, vagy éppen közös összejöveteken elhangzott, minden közösség megsínlette. Akár abban is, hogy egy kicsit csökkent a templomba járás, illetve az emberek félelmei. Most vesszük egyre jobban észre, hogy az emberek nagyon örülnek, hogy tudunk programokat szervezni, hogy el tudunk menni Mária Púcsra zarándokolni, hogy egy lelkigyakorlatos estet tudunk szervezni, ahol vetített képek vannak, vagy keleti zenéket hallgatunk, és közben gyóntatás, előadások vannak. És igazából úgy vesszük észre, hogy nagyon sok nehézsége volt, ugyanakkor abból a szempontból, hogy még jobban az ember figyel az egészségére, ebből a szempontból volt előnye. Mi is most próbálkozunk ugyanúgy megtartani a szabályokat, amelyek ránk vonatkoznak. Az egyháza mindig jellemző, hogy amit az állam rendelkezik, azt mi mindig betartjuk, hiszen ezek a törvények vonatkoznak ránk is. Természetesen a megyés püspökök hozzák meg mindig ezzel kapcsolatban a különböző döntéseket. Ami jobban működik, hogy felkeressük a betegeket. Többen nem jutnak el, többen csak a tévében tudják megtekinteni a szent miséket, szent liturgiákat a különböző médiafelületeken, és így őket próbáljuk meg minél jobban elérni, rokonaikon keresztül is kapcsolatot tartva, és próbálva őket is meghívni, visszahívni a templomba, és most úgy tűnik, hogy újra a közösségek kezdenek megerősödni. A legnagyobb a baj, legközelebb a segítség, tudjuk ezt régről. Nos, hát a háborús időszak. A háborús időszak az különös felelősséget ró mindenkire, aki egy közösséget vezet, irányít, hitet ad. Mi mindent kell tenniük? Ahogyan korábbi szolgálati helyemen is, itt is gyakorlatilag sokszor eszünkbe jut, hogy hogyan tudnánk segíteni. Tehát mit tudunk tenni? Az emberek nagyon nyitottak, többször sikerült már nekünk is adományokat kijuttatni korábbi helyeinkről is, illetve itt is mindig felvetődik. Most is vannak a látókörünkben olyan családok, akik ide kerültek, és Kárpátaljáról származnak, akár keresztelőjük is lesz. Tehát igazából ezeket a családokat mi is megpróbáljuk fogadni, illetve bármilyen
módon segíteni őket. Ami számunkra most a Görögkötős Egyházban nagyon sokszor megvalósult, akár az élelmiszergyűjtés, akár a ruhadományok, akár generátor, különböző olyan tartós dolgoknak a beszerzése, akár mint zoknik, vagy olyasmi, de különböző helyekről, amelyeket valóban aktuálisan tudnak használni. Éppen ezért nagyon szépen működik a kárpátaljai görögkötős atyákkal való kapcsolat, akik gyakorlatilag mindig összeírták a környékről, hogy mire van esetlegesen szükség, hiszen bennünket is kerestek meg különböző támogatók, akár közösségek külföldről és Magyarországról is, hogy tudjuk már meg, hogy valóban mire van szükségük kint. És éppen ennek függvényében így ezeket az atyákat megkerestük, és nem egyszer megtörtént, hogy a határon, mivel ők se jöttek át, vagy éppen akkor mi sem, a határon át lehetett adni ezeket a különböző adományokat, és ők az igényeknek megfelelően szállították el a szállásokra, illetve volt olyan, hogy kinti sátrakhoz, ahol eleve nem volt áram, és épp ezért ilyen gázolajos generátorokat is tudtunk kivinni. Ilyen időszakban nincs fontosabb az építkezésnél. Hogyan tudják ezt ugye a békeidőkhöz mérten megvalósítani? Ugye itt említette a sok-sok segítséget, és nyilvánvalóan a hívők többsége ebben otthon van az önök irányításával, de mi mindent kell még tenniük, hiszen itt folyamatos az építkezés a hittel élők számára, és ennél nincs fontosabb. Gyakorlatilag mindig az egyházközségnek az élete reményeink szerint előremutató. Tehát mindig vannak céljaink, közösségi dolgok. Ez már elkezdődik a hitoktatásnál. Hála Istennek az elmúlt esztendőben már elkezdődött, és ebben a tanévben is folytatódik már az alapoknak a lerakása, a görögkatolikus gyerekeknek a megkeresése. Hát sajnos idézőjelben későn kerültem ide a tanévhez képest, akár én is, hiszen augusztusban tudtunk ide költözni, és onnantól fogva indult a szervezés, de már előző évben akár a hitoktatásnál is az itt szolgáló atyák megkérték a görögkatolikus gyerekeket is, hogy a szülőket, hogy irassák be a gyerekeket. Az alapok azok itt kezdődnek ilyen szempontok szerint, mint építkezés, és azt gondolom elsősorban nagyon hálásak vagyunk azért, hogy van hely, ahol liturgiát végezhetünk, nagyon jó együttműködésünk van a római katolikus egyházzal, illetve a többi felekezettel is, de egyértelmű, mint anyaszent egyháznak, mi mint görögkatolikusok, a római katolikus tehát egyházzal együtt vagyunk, a katolikus egyház részei, és ebből a szempontból hálásak vagyunk a nagyon sok segítségért, amelyekben részeltetnek bennünket. Ilyen szempontok szerint nagyon fontos a fizikai építkezés is, és ahogyan a papnak az életére jellemző az, hogy elhelyezik, nekem is ez már így a negyedik szolgálati helyem, az emberek mindig megkérdezik, hogy milyen érzés van bennünk, vagy mit teszünk, és én erre szoktam mondani, hogy igazából tényleg ebből a szempontból nem az épített örökség hiányzik, hanem az épített közösség. Az a közösség, amely megtartja a tagjait, és amely egy irányt szab. Elsődleges építkezésként a közösség építését, amely mind szentségeiben, mind pedig a hétköznapokban is szeretnénk, hogy megvalósuljon. Szentségeiben él az egyház, ahogyan említettem, tehát lelki közösség az, ami legelőször megtart bennünket, és utána pedig ezt szeretnénk majd valamilyen módon infrastruktúrálisan is megalapozni. Ehhez viszont elengedhetetlen a család. A család szerepének megerősítése is azt hiszem, hogy kiemelten fontos feladatuk. Így van. A családnak a szerepe, mindannyian látjuk, hogy mennyire fontos, mint legkisebb sejtként és egységként. Számunkra most papok számára is nagyon sok képzés adódott, amellyel akár különböző családdal foglalkozó képzéseken részt vehettünk, vagy éppen ahogyan tudva lévő, hogy nálunk a görögkatolikus egyházban megmaradt az régi hagyomány a papság nősülésével, és így családban is élünk. A feleségem itt Székesfehérváron védőnőként dolgozik. 3 gyerekünk van, akik már most jelenleg éppen egyetemista, középiskolás, illetve egy szintén középiskolás, de egyik ők sem itthon tanul most, sajnos ez most nekünk egy ilyen szempontok szerint egy nehézség. És ebből a szempontból, mint ugyan a feleségem is nagyon sok képzésen részt vett, amely az ifjúságot nevelik, a családi életet. Többek között van egy úgynevezett családi életnevelés program, amelynek mind a ketten most végzett hallgatói leszünk, akik majd erről tudnak előadásokat tartani a gyerekeknek. Illetve több olyan programban veszünk részt, akár a feleségem a ciklus show, vagy éppen én a titkos küldetés, ő mentálhigiénés végzettséget is szerzett, és ennek kapcsán
sokszor a közösséget tudjuk így építeni, a fiatalokat formálni, és valóban azon a jó úton megtartani, amelyre az egyház szeretné vezetni őket. Kulcs szó ebben a felgyorsult világban is a szeretet. Én azt gondolom, hogy ezt megerősítendő a mindennapokban kell tennünk érte. De mit lehet pluszt adni, hiszen nyilvánvalóan említette az imént, és itt az ideje, hogy beszéljünk róla azokat a gyermekeket, akik segítségre szorulnak. Így van. Ahogyan ön is megfogalmazta, a szeretet az egyik legfontosabb, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a szeretetet hogy lehet életté változtatni. Nagyon fontos azt gondolom, hogy életi akkor tud változni, ahogyan Jézus is megfogalmazta, a hitünkkel kapcsolatban is, hogy cselekedetek kell, hogy párosuljon, hiszen ha nincs hitünk, ha nincs igazi szeretetünk, és cselekedetünk, akkor ez nem tud élővé változni. Számomra nagyon kedves Don Boscónak a gondolata a fiatalokkal kapcsolatban, ő mindig azt mondta, hogy közöttük lenni. A gyermekekkel való foglalkozásnak az egyik momentuma az, hogy közöttük vagyunk. Utat mutatunk, és igazából azt gondolom, hogy azzal tudunk utat mutatni, ha tesszük erkölcsileg a dolgunkat azon a módon, ahogyan ezt Krisztus elvárja tőlünk. És a példa az, ami elsősorban utat mutat. Sokszor mondják az emberek, hogy a szeretteikért sokat aggódnak, és néha mindannyian tapasztaltuk már, amikor egy-egy nagyszülő, nagymama túlzottan szeretné érvényesíteni az akaratát az unokákon, és egyszer megfogalmazta valaki, hogy el kell jutnunk arra a szintre, akár az imádság szintjén, hogy nem feltétlenül mindig a gyerekeinknek kell beszélni, hanem az Istennek kell beszélni a gyerekeinkről. Tehát maradjon meg a példamutatásunk, de mellette ne őket győzködjük mindig, hiszen mi megtettük, amit meg kellett, utat mutatunk, de mellette nagyon fontos legyen az, hogy az Istenhez imádkozzunk, ő érettük. És azt gondolom, egy ilyen alapvetéssel, hogyha a hitet így gyakoroljuk, hogy példamutatással, szeretettel, és nem mindig csak a szavakkal, hanem a tettekkel és az imádsággal, akkor valóban eredményesek tudunk lenni, és Krisztus előtt azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog. Ezekben a pillanatokban nagy szükség van arra az üzenetre, amit ön megfogalmazott, viszont ha egy olyan üzenetre kérem, amit a székesfehérváriaknak mondana, hogy miként éljük meg ezt a nehéz időszak után a következőt, hiszen problémáink lesznek megint csak, és ebben nyilván segít a hit is. És most a hittel élőknek és a nem hittel élőknek is egy gondolatsort kérek öntől. Indításként egy nagyon fontos gondolatot mondanék. Az egyik könyvnek nagyon tetszett nekem a címe, Mátyás Istvánnak a könyvének az volt a címe, hogy Isten és ember egymásra vár. Karácsonykor az Isten és az ember egymásra vár. Mi elindulunk a jászol felé, mi szeretnénk Krisztus születését minél szebben megünnepelni és jelen lenni, viszont az Isten talán azt is mondhatnánk ilyen szempontok szerint, hogy már évezredek óta vár arra, hogy az emberrel találkozzon. A mai embernek azt gondolom nagyon fontos az, hogy meghatározza a célját, hogy hova szeretne eljutni. Nagyon sokszor a céllal van gondunk, hogy mi a mi célunk, miért élünk a világban. És szokták azt mondani, hogy az a hajós kapitány, ami nem tudja, hogy mi a célja, az igazából mindegy, hogy milyen szélirány lesz, nem fogja tudni, hogy még lesz számára jó, mert nem tudja, hogy mi a cél. Azt gondolom nekünk embereknek nagyon fontos, hogy meghatározzuk az életünknek a célját. A Krisztusban élő ember, mint ahogy a nemrégében spányi püspök is megfogalmazta, hogy vannak a hívők, és vannak, akik a hit kegyelmi ajándékát még nem tudják annyira megélni, és nagyon-nagyon szépen fogalmazott. Azt gondolom, egyúton járunk. Egyformák vagyunk, és mindenki érzi magában a jóra való nyitottságot. Mindannyiunknak van olyan ismerőse, aki nem vallásos, de mégis teszi a jót. És azt gondolom, a jóban való kapcsolatunk, mint ahogyan az isteni tulajdonság az egy igaz, szép jó, kifejezik azt, hogy valamilyen módon mind a hívőben, mind a nem hívőben, vagy talán útkereső emberben is jelen van a jóra, a szépre és az igazra való nyitottság. És azt gondolom, ha erre vagyunk nyitottak, akkor mindannyian már egy irányba tudunk nézni, és ez az irány pedig valóban annak a megvalósítása, hogy közösségben vagyunk, és egy célért szeretnénk dolgozni, ugyanakkor lehet, hogy ez különböző utakon fog megvalósulni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak nagy szüksége volt arra, hogy ezt
halljuk és öntől halljuk, és hát mi mást kívánhatnék, mint amit nekünk kíván. Boldogságot és várjuk tisztelettel, és köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen, és nagy önöket is, és a kedves hallgatókat is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, az ünnepi beszélgetéseken Jármi Zoltán görög katolikus szervező lelkész volt a vendégünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket még egyszer. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.